Albérletpiac. Mind a bérbeadók, mind pedig a bérlők számára fontos, hogy tisztában legyenek a lakáskiadás szabályaival. Hamarabb érik a szilva, a nagymértékű gyümölcshullás ellenére kiegyensúlyozott termés várható idén a szilva ültetvényeken. Kevesebb új autót adnak el, a használt autópiacon viszont stagnálás tapasztalható. Érvényes és részletes bérleti szerződés, pontosan rögzített feltételek, számos szabályra hívják fel a figyelmet az otthon szakértők és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a lakáskiadással kapcsolatban. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az albérletpiacnak ilyenkor van csúcs szezonja, ezért is fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyenek a legfontosabb tudnivalókkal. Csúcs szezonja van a kiadó ingatlanoknak. A piac augusztusban és szeptember elején tetőzik. Ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat vagy lakást. A kereslet a felsőoktatási ponthatárok megjelenésével indul meg jelentős mértékben. Szeptemberre pedig megcsappan a kiadó albérletek száma. Éppen ezért fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyenek a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályaival. Az első és a legfontosabb az, hogy kérjük le a tulajdoni lapját annak az ingatlannak, amit ki szeretnénk bérelni. Ezt megtehetjük ügyfélkapunk keresztül, évi 2 ingatlan adatlapja ingyenesen elérhető bárki számára, hiszen a tulajdonosok ott rögzítve vannak. Nem biztos, hogy az a tulajdonos van előttünk, aki egyébként a tulajdonos, vagy többen vannak tulajdonosok, és azért érdemes mindegyikkel beszélni a bérlésről, és a bérleti szerződést ennek megfelelően megkötni, illetve bátran el kell kérni a személyi igazolványát a főbérlőnek. Itt ebben a városban nem jellemző, de nagyobb városokban volt már olyan, hogy a bérlő próbálta továbbadni az ingatlant bérbe, úgyhogy erre nagyon oda kell, sarkalatos pont, hogy a tulajdoni lapot ellenőrizzük. Az otthonszakértő szerint minden esetben írásban kell rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, amely minél részletesebb, annál jobban védi a feleket. Nagyon fontos, hogy egy olyan bérleti szerződést kössenek a felek, ami minden pontra kitér, kitér a kaucióra, kitér a bútorzatra, kitér arra, hogy egy vagy két bérlő lesz, kitér arra, hogy kifizeti a rezsit, azt elszámolás alapján fizetik, tehát ilyen havi beolvasás alapján vagy általány alapján fizetik. Fontos az, hogy a közös költséget, a várható karbantartásokat kivállalja. Fontos lehet az is a társasházak esetében, hogy az ingatlanra ugye van társasházi közös képviseleti közös biztosítás, de az ingóságokra is térjünk ki, hogyha valamilyen gond, probléma van, akkor az ne érje érzékenyen a bérlőt. Tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy benne legyen a kauciónak a mértéke, a kauciónak a bérel, az az ideje, hogy mondjuk 2 hónap vagy 1 havi kaució, és hogy ezt az 1 vagy 2 havi kauciót ezt le lehet-e bérelni, hogyha a bérleti szerződés megszűnik. Fontos lenne az is, hogy határozott időre kössük meg a bérleti szerződést. A havi lakbér kifizetését mindenképpen dokumentálni kell. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A szakértő szerint bútorozott ingatlan esetén érdemes dokumentálni az ingóságok állapotát is. Minden egyes bútort fényképezzünk le, hogy milyen állapotban vettünk át, hogyha műszaki hibás a hűtő vagy a mosógép, akkor nem feltétlenül kell kivenni ezt az albérletet, vagy le kell írni, hogy ezt meg fogjuk javítani. Hogyha nem utalással fizetjük ki az albérleti díjat, hanem készpénzben, akkor kérjünk a főbérlőtől egy átvételi elismervényt, mert ezek nagyon fontosak, és a későbbiekben gondot okozhat. A lakáskiadás szabályaival kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményt is kiadott a közelmúltban. Többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakáskiadáshoz nem kötelező adószámot kiváltani. Ha a bérbeadó magánszemély és nem turisztikai céllal adja ki az ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A teljes bevételéből a jövedelem 2 módon állapítható meg. A tételes költségelszámolással a bevételt csökkentik az igazolható költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség pedig, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%. Már szedik a szilvát.
Az elmúlt 4 év átlagához viszonyítva kedvezőbb termés mennyiséggel számolnak a szakemberek. Bár idén nagyobb mennyiségű gyümölcshullás volt megfigyelhető a szilvaültetvényeken, még így is kiegyensúlyozott termés várható. A nagy melegnek és a korábbi virágzásnak köszönhetően extrém módon előre jött az érési idő, így a szilvaszedés ideje is. Augusztus közepén járunk, és már szedik a szilvát ezen a nyírszőlős melletti ültetvényen. A nagy melegnek és a korábbi virágzásnak köszönhetően extrém módon több mint 2 héttel lerövidült az érési idő. A szilva fajták is sokkal hamarabb, meglepő módon a fajtákra jellemző átlagos érési idő, köszönhetően a nagy melegnek is és a korábbi virágzásnak is extrém módon előre jött. Ez nem csak a termelőket lepte meg, hanem sajnos a feldolgozóipart, a piaci viszonyokat is, hiszen még javában zajlik a dinnye szezon, minden gyümölcs megtalálható az áruházak polcain, és sorra jelenik meg az újabb és újabb finomság. De ami szokatlan, az általában mindig meglepi egy kicsit a piacot, és érzünk némi zűrzavart az értékesítési láncolatban, de reméljük, hogy ezek is megoldódnak augusztus végére. Magyarországon jelenleg 5776 hektáron termelnek szilvát. A legnagyobb termőterülettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye rendelkezik, ahol jelenleg a szilva termőterület közel 30%-a található. Az elmúlt 4 évben átlagosan 45 ezer tonna körül volt a magyarországi szilva termés. Takács Ferenc szerint ezt a mennyiséget az idén is el fogják érni. A kezdeti betakarítási tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy kiváló minőségű szilva kerül a fogyasztók asztalára. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdák az idei évben nagyon jó pozícióban vannak, hiszen a korai tavaszi fagyok elkerültek bennünket, köszönhetően a Kárpát-medence áldásos védő hatásának. Viszont a környező országokban a tavaszi fagyok, azok nem csak az almát, a medgyet, hanem a szilvát is érintették, tehát globálisan beszélhetünk egy kedvezőtlen folyamatokról, például Lengyelországban, Ausztria, de a környező országok, Csehország, Szlovákiában is jelentős fagykárok voltak. És úgy gondolom, hogy Magyarországot elkerülte ez a tavaszi fagy hullám, és ennek köszönhetően Európában egy keresleti piac alakult ki szinte minden gyümölcsből, és ez azt jelenti, hogy a magyarországi közepes jó termés szinte minden gyümölcsből jó áron értékesíthető, hiszen most nem túlkínálat van, hanem egy keresleti piac, nagy a nyomás külföldről is, úgyhogy remélem, hogy ez majd a gazdák pénztárcájában is megmutatkozik. A magyarországi szilvatermesztés a faj összetételt tekintve az elmúlt 15 évben jelentősen átalakult. Míg az ezredforduló idején szinte 3-4 fajtát termesztettek elsősorban ipari célra, addig ma már megjelent az a később érési topsorozat is, amivel egészen november-decemberig tudnak friss, jó minőségi szilvát adni a fogyasztók számára. Csak nem 10%-kal esett vissza az elmúlt negyed évben az új autók értékesítése. Az elektromos autópiacon még drasztikusabb a visszaesés, ott a becslések szerint 50%-kal kevesebb járművet adtak el. A hazai használt autók piacán pedig stagnálás tapasztalható. Kevesebb a vásárló és kevesebb a gépkocsi is. Az új autók értékesítése csaknem 10%-kal esett vissza az elmúlt negyed évben. Ugyanez a helyzet Németországban is, ezért a német autógyárak hazai leányvállalatainál is csökkent a termelés. A hazai használt autók piacán viszont stagnálás mutatkozik. Itt leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát. Az árak nem emelkednek, sőt, inkább szép lassan csorognak lefele. Tehát ez részben esetleg évvégére újra előhozhatja a vásárlási kedvet. Mindenesetre a tavalyi évvégi viszonylag árcsökkenés után az évelején egy felpörgő piac volt. Ez a tavasszal ez szép lassan elcsendesedett, és egy ilyen stagnálásba váltottunk át. A vásárlókat jelentősen befolyásolja az, hogy milyen kamatokra tudnak gépkocsi hitelt felvenni. A leasing kamatok a tavalyi évben jelentősen csökkentek, idén viszont nem, ez pedig visszafogta a kereslet növekedését. Az elektromos autópiacon még drasztikusabb a visszaesés, ott a becslések szerint 50%-kal kevesebb járművet vásároltak. Az elektromos autók piaca az, ami leginkább szenved.
a gyártók nagy mértékű növekedésre számítottak, és tehát a vásárlóknál ez nem így alakult, tehát sokan átértékelték az elektromos autózásnak a pozícióit, és kevésbé vásárolnak elektromos kocsikat, és ugyanakkor a gyártók pedig bizonyos modellek esetében nem fejlesztették a benzin és dízel modelleket, a vásárlók meg nem akarnak elektromos kocsit venni, és ezért inkább kivárnak. Gulyás József szerint sokan azért is halasztják későbbre a vásárlást, mert az elmúlt másfél évben az új elektromos autók árai meglehetősen csökkentek, és további árzuhanásban reménykednek. Az elektromos autók esetében sok ország beszüntette az állami támogatást, így ennek is köszönhető az eladások drasztikus visszaesése. Aktív pihenés, kulturális élmények, több mint 80 kárpátaljai magyar pedagógus és családjaik érkeztek Nyíregyházára csütörtökön. A meghívottakat a sóstói programok után szent liturgiára és vacsorára várták. A nap zárásaként a 15. Kántémusz Nemzetközi Kórus Fesztivál jótékonysági koncertjén is részt vettek. Az eseményen befolyt összeget a kárpátaljai oktató-nevelő munka céljainak támogatására ajánlották fel. A Városházán köszöntötték a Nyíregyházára érkező kárpátaljai pedagógusokat és családjaikat. A meghívottak egy élménynapra érkeztek a Szabolcsi vármegyeszékhelyre. A sóstói programok után szent liturgiára és vacsorára is várták a családokat, a nap zárásaként pedig a 15. Kántémusz Nemzetközi Kórusfesztivál nyitó hangversenyére. A jótékonysági koncerten a kárpátaljai oktatás, a háborús körülmények között dolgozó és élő pedagógusok, segítőhivatásban dolgozók támogatására gyűjtenek pénzadományokat. Az élménynap ötlete egyéni kezdeményezésből indult, amelyet a Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság és a Nyíregyházi Önkormányzat is támogatott. Én dr. Kürner Éva asszony kerestem meg ezzel a gondolattal először, hogy ebben a széttöredezett világban, amikor mi békében élhetünk, de néhány kilométerre arrébb nem ez a helyzet, mégis hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, hogyan tudunk találkozni, hogyan tudjuk elismerni azt a helytállást, munkát, amit Kárpátalján, Ukrajnában a pedagógusok végeznek. Ők fogják a gyerekek kezét, ők nyugtatják meg őket, ők kénytelenek elviselni, hogy férfi nélkül kell az életet folytatni egyenlőre, és hát reméljük, és ez egy kívánság is, ez a jótékonysági nap és koncert, hogy lesznek idők, amikor békés, nyugodt körülmények között tudunk találkozni oda át. Most ez itt lehetővé válik. Ez köszönhető annak, hogy sokan gondolkodtak hasonlóan, és így Szabó Dénes Karnagy úrnak említettem először, mint ős kantémuszos, és nem engedte, hogy végigmondjam a gondolatot, rögtön azt mondta, hogy jótékonysági hangversenyt adunk a tiszteletükre is nekik. Az élménynapra több mint 80-an érkeztek Kárpátaljáról. Erre a kezdeményezésre a főiskola közel 80 munkatársa hozzátartozókkal, gyerekekkel együtt érkezett, és a csapatban a főiskola munkatársai mellett a társintézmények, a P.Farangepán Katalin Gimnázium, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola munkatársai vannak jelen, az EGÁNEDE szakképzési centrumnak a kollégái is itt vannak, és ez egy óriási lehetőség, mert ugye a Ukrajnában a háború mindennapjaitól kiszakították ezeket az embereket, ezeket a gyerekeket, és ez egy óriási lehetőség, hogy egy ilyen pihentető napra el tudtunk jönni, és amellett kulturális élményben is részesülhetünk, hiszen egy jótékonysági koncertet is szerveznek, aminek a, úgymond a bevételét azt felajánlják. Az élménynap szervezését a Nyíregyházi Önkormányzat mellett a Nyíregyházi Egyetem is segítette. A Nyíregyházi Egyetemnek nagyon régóta nagyon jó kapcsolata van a kinti Beregszászi Főiskolával, hiszen ők hozták annak idején létre, és ők segítették annak idején kezdetben a működését, hogy aztán kint ez egy önálló szervezetté váljon. És ez a civil kezdeményezés talált meg még minket májusban, és egyeztettem a civil szervezetekkel,
és így alakult ki lényegében az, hogy el tudnak jönni, illetve átjönnek ide hozzánk Nyíregyházára, eltöltenek itt egy szép, kellemes napot a gyerekeikkel, mert nyilván férjeik vagy harcolnak a fronton, vagy pedig nem tudnak átjönni a határon. Úgyhogy eltöltenek itt egy szép, kellemes napot, és este a nagy koncert után visszamennek Kárpátaljára. A 15. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus nyitó hangversenyének idén is a városközpontban lévő Római Katolikus Társszékesegyház temploma adott otthont. A helyszíni adományok mellett a koncert napját követően is várják a felajánlásokat a Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság számla számára. Az így befolyt összegből a kárpátaljai magyar oktatást és pedagógusokat támogatják. Spanyol győzelemmel zárult a kerékpáros ifjúsági világkupa magyarországi versenye. A kétnapos viadal első vásárosnaményi központú 136 kilométeres szakaszát a spanyol Héctor Álvarez nyerte. Az ibrányi 86 kilométeres szakasz a lengyel Kacper Mientki győzelmével zárult. A csütörtök délutáni nyíregyházi 3,6 kilométeres egyéni időfutamban az ír Seth Dunwoody végzett az élen. A három verseny alapján a spanyol Héctor Álvarez lett az összetett győztes. Augusztus eleje óta készül a bajnokságra az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A szakmai munkát továbbra is Tréki Tamás irányítja. A játékos keretben viszont történtek változások. A csapat a jövő hétvégén részt vesz egy felkészülési tornán Berettyóújfaluban. A nyitó fordulóban szeptember 14-én a Balmazújvárost fogadja a nyírbátor. Augusztus 1-én egy csapatépítőnek szánt szalonnasütéssel kezdte el a felkészülést a 2024-25-ös idényre a nyírbátori csapat, majd elkezdődtek az edzések. Tréki Tamás maradt az edző, de a játékos keretben történtek változások. Öt meghatározó kézilabdázó távozott, helyükre öt új játékos érkezett, és a saját nevelésű fiatalok közül is többen felkerültek az első csapathoz. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt évekhez képest bővebb kerettel tudunk számolni, az annak köszönhető, hogy több saját nevelésű fiatal került föl a keretbe. Jelenleg 18 fős a keretünk, ami gyakorlatilag úgy oszlik meg, hogy egy 60-65%-a már úgymond saját nevelésű fiatalokból, illetve helyi kötődésű játékosokból áll. Tehát kétharmad, egyharmad nagyjából az arány, ami úgy gondolom már jónak mondható, és ez amikor 7 évvel ezelőtt gyakorlatilag elkezdtük a közös munkát, akkor ez az arány lényegesen rosszabb volt a helyiekre nézve, de a 7 éves utánpótlás nevelő munkánknak, illetve ahogy alakultak a dolgaink, annak köszönhetően most már elértük ezt a egészen jó arányt. A nyírbátor az elmúlt bajnoksághoz hasonlóan az NB2 D csoportjában szerepel majd, mégpedig a Hajdúszoboszló, a Balmazújváros, a Deac 2, a Hajdúböszörmény, a Hajdúnánás, a Kisvárda és a Szikenyíregyháza társaságában. A minimális cél az, hogy az alapszakasz végén a legjobb négy között, azaz a felsőházban legyen a csapat. Elkészült a csoportbeosztás, jelenleg folyik az időpontegyeztetés, ami azt jelenti, hogy konkrétan a mérkőzéseknek az időpontját a csapatok egymás között leszokták egyeztetni. Szeptember 14-15-i hétvégén kezdődik a bajnokság. Mi a tavalyi évhez hasonlóan a D csoportban vagyunk, ami azt jelenti, hogy 5 Hajdú megyei csapat van benne, illetve 3 Szabolcs megyei, de továbbra is a 8 csapatos alapszakasz megy, mint az elmúlt évben. Aztán majd utána a 2 8 csapatos, a C csoportnak a másik csoportnak a adott helyre kerülő csapataival fogunk játszani, alsó vagy felső házat. A kitűzött célunk egyértelműen, amit Tréki Tamás edző, illetve a vezetőség meghatározott, hogy próbáljuk az alapszakaszt első helyen végezni, mert úgy van értelme neki menni egy bajnokságnak, tehát továbbra is mindenféleképpen az, hogy a felső házba kerüljön a csapatunk.
A Nyírbátor a tervek szerint 5-6 felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. A programban szerepel egy 6-csapatos Berettyóújfalui tornán való részvétel is. A nyitófordulóban szeptember 14-én a Balmazújvárost fogadja a Tréki Tamás együttese. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek is főpírei még egyszer röviden. Pörög a kiadó ingatlanok piaca, szeptemberben már nehezebb minden igény kielégítő lakást vagy házat találni Nyíregyházán. A szakértők szerint fontos, hogy mind a bérbeadók, mind pedig a bérlők tisztában legyenek a hosszú távú lakáskiadás legfontosabb szabályaival. Erre a NAV is felhívja a figyelmet. A megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt megfigyelhető idén a szilvaültetvényeken, ennek ellenére normál, kiegyensúlyozott termés várható. Az elmúlt 4 év átlagához viszonyítva kedvezőbb termésmennyiséggel számolnak a szakemberek. A magyar gazdák jó pozícióban vannak, hiszen a korai tavaszi fagyok elkerülték a gondozott területeket. Stagnálás mutatkozik a hazai használt autópiacán. Leggyakrabban alsó középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát. Az új autók értékesítése viszont csak nem 10%-kal esett vissza az elmúlt negyed évben. Az elektromos autópiacon a bestések szerint 50%-kal kevesebb járművet adtak el. Augusztus 16-a van, péntek, a Kölcsey Televízió híradóját látták. Ne felejtjék, hogy szombaton a Krónikával, vasárnap pedig a Gazdasági Héttel várjuk majd önöket. Friss hírműsorral legközelebb hétfőn este jelentkezünk. És addig is pedig várja önöket a weboldalunk. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton sok napsütés várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 34-38 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap is több órás napsütésre számíthatunk, szorványosan kialakulhat zápor, zivatar. Délután 32-36 fokot mérhetünk.